Na hát és folytatjuk, méghozzá Fit percekkel Sáfrány Emesét köszönjük, nagyon szeretettel. Igen, Emese. És hát ugye Emese, te most hát légtornászként vagy tulajdonképpen itt, ugye, és hát ilyen kérdőn néztem erre a karikára, hogy ennek itt kell lennie, vagy ennek ott kéne lennie. Nem, hát valójában most nem sikerült a felfüggesztés megoldani, úgyhogy kézben hoztam el, arra gondoltam, hogy te fogod tartani. Ja persze, felállok a pultra és meg itt okay. Igen, viccelek, nem, amúgy ez egy nagyon nehéz eszköz, nyugodtan fogjátok, ez egy vaskarika. Én is. Fel volt akasztva. Egyszer forgattunk, amikor te edzettél, és akkor én is beleültem. Aha, de amúgy az a furi, tehát ugye az emberek olyan nagyon légiesnek, nagyon könnyűnek látják, ahogy csináljátok ezeket a feladatokat. Tehát tartani magad mondjuk egy ilyen vas rúdon, már az is önmagában elég kemény. Végig saját testsúlyt használsz, és ami még a különlegesége ennek a légtorna ágazatnak, hogy nem használunk biztosító kötelet, sem védőhálót. Igen, ami a felvételen megy, az viszont egy tisú eszköz, az még az első cirkuszi fellépésemen próbáján készült pontosabban. Azóta áttértem, tehát még szinte kezdőnek mondhatom magam ezen a videóban. Látszik is, hogy a felvételről olyan görcsösen mozogtál. Azóta azért már nagyon sokat gyakoroltam, és az én szerelmem mi a légtorna karika vált, mint amit itt láthattok is nálam. Mikor kezdődött ez a szerelem? Nagyjából... Hát igazából kiskorom óta. De hogy volt egy hullahopp karikád, amit... Elkezdett pörgetni. Nem, még piciként én videókon, fotókon láttam, majd terveztem, hogy felvételizek az artista képzőbe, abból táncművészeti lett, és én mindig azt éreztem, hogy ez azért még várat magára, tehát mindenképpen ki kell próbálnom magam a légtornában, és nagyjából 2 éve, vagy már 3 is vágtam bele, és azóta a szerelmem, és ráadásul most már tanítom is, tartok kurzusokat, nyújtás, légtornakarika, és pont ma végzel, vagy ma lesz a vizsgám az Ariel Yoga kapcsán, úgyhogy... A légtornászkodással is kapcsolatos? Igen, kapcsolatos, mert nagyon hasonló. Ilyen karikával lótuszülésben. Például, igen. Emese, beszéljünk erről, hogy egy picit mozogjunk is, meg edzünk is, ugye nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy a légies legyen, és nagyon szép nőies, hogy lazák legyetek. Igen. Hát ugye... Le is veszem a cipőm. Ezt elősegíti, ugye? Én is leveszem. Igen, amúgy magával te megpróbálod ezt? Persze. Jaj, de jó. Magával a légtornával is ugye nyújtunk, erősítünk, de ugye minden mozdulat akkor mutat igazán jól, hogyha minél hajlékonyabbak vagyunk, de ez nem azt jelenti, hogy csak hajlékony emberek próbálhatják ki, ez a profi. Jó, mondjuk én hülyén néznék ki egy ilyen karikán, mondjuk a derékszögbe kitert lábammal, tehát nem tudom. Jó, akkor miért? Úgy gondoltam, hogy egy nagyon brutál nyújtást fogunk kipróbálni, ezt hozzáteszem csak így a nézőknek, hogy ez bemelegítés nélkül nem ajánlott, úgyhogy most ti is nagyon óvatosan csináljátok, ugye bár nem tudom, szoknyában mennyire lesz jó, de azért megmutatom, hogy miről lenne szó. Beakasztom az egyik lábamba, másik lábamba, ez egy nagyon feszes szallag, és utána pedig nyitok egy okay. Spárgát, és maga a szalag fog minket ugye lehúzni. Jó, hát játszik könnyedséggel fog nekem is menni, amúgy megpróbálod? Én megpróbálom. Király, bevállalod. Mert nem a kamerával szemben. Igen, igen. Ja, jó, én is háttal állok. Beteszed a derekad mögé. Igen. A kettőt segítek. Mert ott egy ilyen kis... Igen. Igen. Beakasztod az egyik lábfejedbe. Várj, hát hogyha elérem. Elfogod. Várj, nem tudom. Nem, az másik. Ide jön. Akkor keresztbe spárgázol. Az még jobb lesz. Igen. Aztán másik. És így marad. Hátra fekszel. Várj. Minden férfi hátra megy. Úristen. Te amúgy laza vagy ilyen szempont? Amúgy a réka nem túl kötött izomzatúrát? És most erővel kinyitod, és a kötél, vagyis a szallag fog téged lehúzni. Aha. És próbálod nyújtani a térdedet. Nem tud itt ilyenkor elszakadni semmi? Nem. A szallagban. Max a harisnyád, de... Akkor jó, mert nem fogok... De amúgy ez tök jó, a melegítéshez képest. Ez nagyon jó. Tényleg? Kérem. Na, ő tök ügyes. Na most akkor megpróbálom én is. És ezt amúgy kell tartani egy percekig. Én mától így alszom otthon. Sőt, aki... Dormi, örülni fog mondjuk. Igen, aki nagyon fanatikus, az így szokott térézni. És ezzel lehet erősítő gyakorlatot is. De te már egyből átkonvertálod ugye a saját szakmádra, hogy hogy tudsz edzeni. Geri, te kipróbálsz egy másik változatot? Persze, igen. Segítsek? És akkor behajlítom. Igen, és én itt segítek neked. De aranyos vagy, köszönöm szépen.
Gyere, segítünk. Kösz. Hogyha még fel tudsz állni. Várj, azért ne vidd el magad. Neked még kellett. De ez kemény. Neked még nehezebbet találtam szuper, ki. Csak mert azt mondtad, hogy mostában annyit edzel. Neked is majd le kell feküdni. Így beakasztjuk mindegy ilyen mellénkét, lefekszel. Pont úgy nézel ki, a hátamra? Igen. Ausztriába, tudod a... Ja, igen, a népviseletben. Várjál, mert ezek a csipik, ezek itt vannak. Tirolban. Zsebre dugni. Opa, igen. Jó, na most figyelj. Ide. Hú, mindig is egy vágyában voltam. Ide kéne az egyik lábadat, mert ez a most a másik fajta spárgát fogja nyújtani, az egyik lábadat ide kéne beakadni. Hova? Ne üdítsen rá meg, hova? Ez a spárgája jobb, mint a másik. Most tényleg ide? Igen? Jó, eddig meg. És így marad. Mire a cipőt alka már hajlik. És próbálod kinyújtani ezt a mit? Lábadat. Emese, ne üdítsen rá meg. Mit? Meg a másikat is. A másikat hova? Gyerekek, szedjetek ki, tudod? Figyelj, ez tulajdonképpen nem is nyújtás, hanem... Tudod, milyen vagyok, mint egy cserebogár, akit a hátára jöttem, és te nem tudsz visszafordulni. Kényszerzubony! Várja, jó, eddig marháskodunk, de Ez megvan a feladat, szuper! Na milyen? Csúszni! Tényleg kilövöm saját magam. Amúgy még a balettot is beletegyük. Igen. Gyönyörű. És a csípőret létszer szorítsd le. Jó, persze, meg feleségül nevet. Oh. Na, hát szuper volt. Igen, minden férfinek merem ajánlani. Egyébként férfiak csinálják ezt a légtornát? Igen, járnak hozzám. Jaj, de jót röhögtem. Járnak hozzám nyújtásra is, srácok, és volt már egy srác légtornakarikán is. Elmozdult a csípő. Nekem is, nekem meg lemaradt a csípőm. Sokan nőies sportnak tartják, ez részben igaz, mert tényleg meg lehet élni a kecsességet, a nőiességet a karikán, de lehet úgy variálni a gyakorlatokat, hogy az igen férfinak is. De akkor tulajdonképpen ez egy izomfejlesztő, vagy egy ilyen koordinációs, hoppá, itt visszajátszák neki. Igen, mert annyira jól csináltad. Igen, azt hiszem, hogy életem csúcspontja. Igen, tehát ezzel nagyon jól lehet erősödni, mert olyan jellegű, mint egy funkcionális edzés, hiszen 100%-ban a saját testsúlyodat használod, és ugye a gravitáció elemeit is ki kell használni, mint például ugye a forgásnál a centrifugális erőre figyelni, valamint arra, hogy hogyan támasszuk például bizonyos helyzetekben a karikát, hogy akkor még stabilabbak tudjunk lenni, mert hogy maga a karika, amit itt láttunk, ez nagyon gyorsan be tud forogni, tehát nem csak lóg a levegőben, hanem az a lényege, hogy a gyakorlatokat úgy végezzük rajta, hogy közben gyorsan forog akkor a karika. Tulajdonképpen nagyon fontos a technika. Ugye? Igen. A rutáncnál is, ha jól tudom, ott is. Abszolút, biztos. Ezek a nagyon nehéznek tűnő gyakorlatok, mint tulajdonképpen csak, hát nem csak, de nagy részben. Igen. Hát ott is azért nagyon nagy az izomerő kell. Igen, és olyannyira be kell gyakorolni a trükköket, hogy egyrészt ugye 10-15 méter magasban vagyunk a levegő a cirkuszban, másrészt pedig olyan erősek a fények, hogy sokszor nem is látom, hogy hova nyúlok, hanem már fejben kell tudnom, hogy jó, nagyjából akkor itt lesz a karika, de az a nagyjából az mindig pontot kell, hogy legyen. Ott kell, hát igen, egyszer lehet. Mennyit szoktatok nyújtani, mert a nyújtás nagyon fontos, hiszen a sérülés veszélytől elkezdve a technikán keresztül mindenben nagy szerepet játszik. Hát minden óra része maga a nyújtás is, tehát én például, amikor kurzust tartok, akkor mindig körbe mozgunk, tehát két csoportban, egy csoport fent van a karikán, a másik csoport pedig lenyújt, és akkor így variáljuk. Egyrészt azért, mert 60 percet egy olyan valaki, aki először jön légtornára, nem is bírna fent lenni a karikán, mert annyira nagy erőt vesz igénybe. Hát Emese, nagyon szépen köszönjük. Ezt meg külön köszönöm neked, hogy ilyen fotók készülhetnek a dolgokban. Na látom, a holnap picit. Igen, a bulvár imádni fogja. Gondolom. Jó, hát köszönjük szépen, és hát szépen gratulálom. Csak akkor most mész vizsgázni, akkor egy vödörrel. Igen, köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük.